alakult ki nálam ez a fotózási stílus. Ezt köszönhetem elsősorban a kisfiam születésének, mert ahogy ő megszületett, onnantól kezdve a lehetőségeimhez képest minél többet a családdal szerettem volna tölteni. Ez ugye nappal általában játszottunk, kirándultunk, jártuk a természetet, viszont én nyitott szemmel jártam, és éjszaka, vagy inkább az alkonyati órákban, amikor a kicsi kicsit elszenderült, vagy kezdett ugye nyugalomra térni, akkor mentem én ki a természetbe. Például 2018-ban egyszer rábukkantam egy darázsfészekre, egy kórhat fában, és elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan is kaphatnék ebből egy igazán jó természetfotót. Először próbáltam makroobjektívvel fotózni őket, na ennek az lett az eredménye, hogy jó megcsíptek a darazsak. Utána visszamentem, és esti környezetben próbáltam ezeket a darazsokat zseblámpával megvilágítani, és vakuval megfagyasztani a mozgásukat. És 2019-ben ezt az ötletet átvittem tulajdonképpen a növényeknek a fotózásába. A növényekkel ugye az a jó, hogy ők megvárnak. Tehát lehet az gomba, lehet az bármilyen réti növény. Ők ott vannak, és lehet velük a fényekkel, a beállításokkal lehet teljesen jól játszani. 2019-ben főként az egeres projektet vittem, úgymond profi szintre. Tehát az egér az tulajdonképpen egy mellékterméke volt egy fotónak, mert én rókát szerettem volna mozgásérzékelős technikával becserkészni. Na most ez nem volt olyan egyszerű történet, mert a róka az, mint ismeretes, ez egy eléggé ravasz állat. Le is fotóztam a rókát, meg tényleg lett róla kép. Végülis az egeres képem lett a rókának tulajdonképpen a mellékterméke. Néha a legapróbb pillanatok ott vannak a szemünk előtt. Én hosszú évekig madarakat fotóztam. Szerelmesei voltam a madaraknak, még most is egyébként. És nem is nagyon nézegettem el másmilyen témák irányába. Teljesen jó volt, hogy gyűjtöttem a madárfajokat. Egyszer 2014 vagy 15 tájékán Daróczi Csabának részt vettem egy előadásán, Akasztón, és az volt a címe, hogy Hajts fejet. Akkor döbbentem rá, hogy szinte ugyanazon a kiskunságon, ahol ő is él, és én is származom, a legszebb témákat szinte az óra előtt találja meg. És onnantól kezdve kezdtem el tulajdonképpen nem csak a madarak irányába nézelődni, hanem szinte mindenfelé. Természet szeretetét én a nagyszüleimnek köszönhetem. Én ugye alföldi gyerek vagyok, és mindig a nagypapánál szerettem lenni. Nekik földjeik voltak, és papa mindig mondta, hogy melyik madár micsoda, ott éppen egy gyík szaladt, vagy éppen a szőlőnknek a végén egy vityiló volt, aminek a tetején búbos bankák fészkeltek a tető alatt. És én bújtam már kisgyerekkoromban a mellette lévő diófára, és 3-4 méteres távolságból figyeltem a búbos bankák életét. Voltam olyan 25 éves, és egyik császártöltési ismerősömnél láttam, hogy madaras képeket töltöget fel a Facebookra. Hát nekem ez óriási érzéseket hozott elő a mélyből, és fel is vettem gyorsan a kapcsolatot vele, hogy lehet ezt csinálni, vagy hogyan tudod ezeket a madarakat ilyen jól lefényképezni. És mondta, hogy hát Tibi, figyelj, gyere el, beülsz a lesbe, egy itatós lese volt, kipróbálod, odaadja a felszerelését, és ha tetszik, akkor segít a továbbiakban. Először beültem a lesbe, és 5-6 különböző madárfajt az ő gépével le tudtam fotózni. Na most ott elhatároztam, hogy én ezt szeretném csinálni. És jöttek így az évek, amikor tényleg csak madarakkal foglalkoztam, és ez az ismerősöm mondta nekem, hogy van a Varázslatos Magyarország fotópályázat, és miért ne próbálnám meg egy-kettő képet mondjuk föltölteni. Ez volt 2012-ben. A Varázslatos Magyarország esélyt ad a fotósoknak, akiknek a kezében ott van az az eszköz, amivel a fényképeiket a nyilvánosság elé tárják. Számomra is ez egy óriási lehetőség volt, hogy szakmai zsűri bírálja el azokat a képeket, amiket én akkoriban készítettem. Hát viszonylag a zsűritől jó pontszámot kaptam ezekre a képekre, amik mondjuk hosszú expozíciós technikával készültek, és ezáltal úgy éreztem, hogy próbálok még többet kihozni ezekből a képekből. A fotóprojektek általában az utóbbi időben legalábbis észrevettem, hogy mindig valamilyen mellékterméke volt. Ezt nem lehet így előre tulajdonképpen. Nyitott szemmel kell járni, és ha valamit ad a természet, akkor azt el kell fogadni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tisztelettel megyek ki a természetbe. Mert a természet szerintem,
ha én tisztelettel megyek ki, és áhítattal a legóvatosabban mozgok, tehát még a legapróbb nezt se keltsem, ezáltal a természet úgy gondolom, hogy visszaad nekem valamit. Például mókus ült az alkonyatban a fán, hát ezekre nem lehet rákészülni. Ezeket ott kell lenni a legtöbb cuccnak az embernek a táskájában, és ha éppen vele jön egy szembe egy ilyen téma, akkor ezt a lehető legjobb módon ezt meg lehet tulajdonképpen fotózni. Az idei évadot, a 2020-as évadot kihagyom, elsősorban azért, mert a kisfiammal minél többen szeretnék lenni. Nem fogom a fotózást abba hagyni. Szeretném továbbvinni ezt az éjszakai stílusú fotókat. Szeretném még a mozgásérzékelős képeket is vadállatokkal mondjuk megfűszerezni. A jövőbeli terveim még, hogy nagyon szeretnék elmenni Helgolandra. Ez Németország egyetlen szigete, ahol a költési időszakban óriási mennyiségű szulák érkeznek. És ezeket a madarakat szeretném a saját szemszögömből, a saját egyéniségemből fotóra vinni. Varázslatos Magyarország kezdeményezését ezt óriási dolognak tartom, sőt, hogy már 10 éve is töretlenül halad a pályán, és a fotósoknak esélyt ad arra, hogy megmutassa, amit a természet üzen tulajdonképpen. Mert ami fényképet mi csinálunk, ez egy üzenet. És itt teljesen mindegy, hogy itt első, második, harmadik, 20., 30. vagy 50. egy kép. Itt az a lényeg, hogy ezek a képek olyan emberekhez eljussanak, akik nincsenek benne ebben a természet közeli létben. És ha csak egy embert minden fotós meg tud győzni arra, hogy teljesen másképp lássa a világot, gondolok ez alatt, hogy ne szemeteljen, vagy tovább megyek. Ha kimegy és lát szemetet, akkor felveszi, és mondjuk hazaviszi. Ezáltal már a természet sokkal jobban magára talál akár. És itt a fotósoknak óriási szerepe van ebben.